Köszöntöm Önöket itt a Turmixban. Mai adásunkban megmutatjuk a virágos gyöngyöst, a felújított nagyrédei templomot, és még kirándulni is elmegyünk majd a Mátrába egy óvodás csoporttal. Első riportunkban Gyöngyös város érdemes pedagógusait mutatjuk meg. 1999-ben második alkalommal tüntette ki őket a település vezetője. Ezen a hétvégén szerte az országban köszöntő szavak és virágok sokasága vette körül a pedagógusokat. Gyöngyös város önkormányzata immár másodízben rendezte meg a Városi Pedagógus Napi ünnepséget. Szabó Gyula városunk polgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte azon pedagógusok nevét, akik ebben az évben elnyerték a Gyöngyös város érdemes pedagógusa emlékérem kitüntetést. Ezen emlékérem azoknak adományozható, akik Gyöngyös városában a gyerekek körében legalább 15 éve végeznek kiemelkedő nevelő-oktató tevékenységet, és munkájukkal példaként szolgálnak a többi pedagógus számára. Ebben az évben három arra érdemes pedagógus részesülhetett megtiszteltető kitüntetésben. Magyari Kálmánné a kereskedelmi szakközépiskola igazgatója, aki élharcosa a szakmai megújulásnak, vállalkozó szellemű, s próbálkozásait többnyire siker koronázza. Másodikként Marsi Tiborné az általános iskola óvoda és logopédia intézményének igazgatója vehette át az elismerő díjat, aki hosszú évek óta tudatosan vállalja az értelmi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását. És végül a képviselőtestület Vályi Nagy Károly nyugdíjas pedagógus, a Berzenagy János Gimnázium volt tanárát tüntette ki a Gyöngyös város érdemes pedagógusa címmel, aki az évek során diákok ezreit nevelte a sport szeretetére és a testedzés örömére. A pedagógus nap alkalmából méltó módon ünnepelhették a 65 éve diplomát szerzett Bódi Ferencné nyugdíjas pedagógust, akit polgármesterünk a díszoklevél átadásakor, mint elsős tanítónéniét is köszönthette, s aki még 87 évesen is az elmúlt évtizedekből meríti fáradhatatlanságát. Gyöngyös leggazdagabb polgára én vagyok. Én, mert vidám, kedves, tiszta lelkű gyermekvilágban éltem, és merem mondani, sohasem mondtam fáradt. A pedagógusok nem létezhetnek gyermekek nélkül, hiszen most is az Arany János Általános Iskola tanulói tették emlékezetessé tanáraiknak ezt az ünnepet. A Virágos Gyöngyösért akció keretein belül 20 ezer virágpalántát osztottak szét a gyöngyösiek között a 90-es évek végén. Most megmutatjuk, hogy mennyire volt sokszínű a város ekkor. Petóniák, törpedáliák, egynyári gerberák, margaréták, büdöskék pompáznak a gyöngyösi parkokban, köztereken. Ebben az évben közel 20 ezer virágpalántát ültettek már ki a város zöld területéért felelős cég, a Lián KHT munkatársai. Nincs ember, aki másképp gondolná, hogy ezek a virágok, virágágyasok széppé, kellemessé teszik környezetünket, a városképet. Jó mellettük elmenni, leülni szomszédságukba. Csak néha tudatosul bennünk, hogy ezek a virágok a természet más élőlényeinek, például a méheknek is életteret jelentenek. Vannak sajnos nem kevesen, akik sajátosan értelmezik a közvagyon fogalmát, és a parkokból veszik el az általuk szabad prédának tartott palántákat. Ma senkinek nem kellett ezt cselekednie, hiszen aki vette a fáradtságot, és kisétált a volt laktanyába, ott ingyen kapott egy nyári virágpalántákat. Az Aranysas utca 68-ban lakom, és évelő növényeim vannak, amik ilyenkor június közepére lefutnak, levagdalom a szárát, és akkor beültetem ezeket az egynyári növényeket, és az egész őszig nagyon szépé teszi a kertet. A Virágos Gyöngyösért akció az önkormányzat városüzemeltetési igazgatóságának kezdeményezésére indult. Ezen a napon 2000 szebbnél szebb virágpalántából választhattak a gyöngyösiek. Ott van előttünk egy kis virágos kert, és akkor oda fogom kiültetni, meg az erkélyen is tele van már eddig is virággal, és még oda is akkor teszek belőle. Úgyhogy nagyon szép, itt a zöldház mindjárt a cukrászdán. Legutóbb 2 évvel ezelőtt a Föld napján volt hasonló akció Gyöngyösön. A mai napnak nem volt különösebb apropója, de azért szép számban fogyott a virág. Én szeretem a virágokat, hallottam ezt a lehetőséget, és élek vele. A kiválasztott virágok a balkonon, a ház előtti kiskertben, a járda melletti virágos szegőben fognak virítani, de volt, aki szerettének sírjára választott ma palántát. Öcsömnek a temetőbe, de most halt meg, és van már rajta, de akkor kiegészítjük. A nagyrédei templom az 1300-as években épült, és 1999-ben szépült meg. A kivitelezés részleteit idézzük fel a folytatásban.
A nagyrédei templom a környék egyik ősi gyökerű temploma. Harangja, ha volt, először a 13. században szólalt meg. A történelem folyamán többször átépítették, mai formáját 125 évvel ezelőtt nyerte el. A templom minden porcikáján, környezetének ápoltságán érezhető a gondosság, a szeretet, a hívek figyelme. A templom belsőt a mostani felújítást megelőzően 60 évvel ezelőtt az 1938 évi eukarisztikus kongresszus emlékére festették ki. Az idői nyomai már olyannyira látszottak, hogy az elmúlt évben úgy döntöttek, hozzálátnak a belső terek megszépítéséhez. A munka közben a tervezett feladat egyre csak nagyobbá vált, mert kiderült, hogy újra kell a villanyhálózatot cserélni. A elvizesedett templom lábazatot valamilyen módon meg kell oldani, és bizony ezek százezeres tételekbe jelentkeztek a költségeknél. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy minden probléma nélkül sikerült az elkezdett munkát folytatni és befejezni. A képeket letisztították, ahol hiányoztak részek, ott kiegészítették, a falakat újra festették, a templom belső díszítő festését felújították, és kicserélték a stációkat is. Szerintem most ez a templom belső egy esztétikusan is szép, áhítatot keltő, a híveknek nagyon tetszik, és meg kell mondani, hogy a nagyrédei hívek meg is érdemlik, mert ők valóban templomba járó és templom szerető emberek. A belső felújítás Vida László pásztori festőt dicséri, akinek kezenyomát a környéken már számos templom őrzi. Nagyrédén sikeres, jó művészi munkát végeztek. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy a település hagyományait megőrizze, vallják Nagyrédén a falu vezetői. Ennek a kötelességnek tettek eleget, mikor csatlakoztak az egyházközség felhívásához. Ez év elejétől a templomunk egy díszkivilágítást kapott, amely itt látszódik egyfajta kandeláber soron, és éjszaka pedig a templom torony több oldalról meg van világítva. Mindez a munka, tehát konkrétan ez a díszkivilágítás, mintegy 800.000 forintjába került az önkormányzatnak. Felmerült a gondolat, hogy jövőre a magyar kereszténység ezredéves ünnepének tiszteletére a templomkertben állítanak emléket. Ide tervezik áthelyezni a település világháborús emlékművét is. A Mátra élővilágával ismerkedtek nagycsoportos óvodások. A kirándulás végén még egy repülőbe is beülhettek. Növény- és állathatározó, túracipő és nagyító. Egy hétig ezek a nagycsoportos ovisok legfontosabb kellékei. Még a szemerkélő eső sem tántorította el a túrázni induló csapatot, hogy szerdán reggel nekivágjanak a Gyöngyös melletti Pipishegynek. Az erdei foglalkozások ugyan nem szerepelnek az óvodai ütemtervben, de az óvónők fontosnak érezték, hogy a természet szeretetére, a növény- és állatvilág megismerésével azok védelmére neveljék a kicsiket. A mi környékünkön nagyon sok gyerek lakótelepen él, onnan jönnek az óvodába. Nagyon sok olyan gyerek van manapság, akiknek a szülei egyáltalán nem érnek rá kirándulni, egyáltalán kimozdulni a lakásból. Elég, ha a játszótér a parkba leviszik a gyereket, és ennyi élményhez jutnak kicsikortól. Kevés a gyermekek természetből szerzett élménye. Ezért határoztak úgy az óvónők, hogy megismertetik a gyerekekkel Magyarország egyik legszebb középhegységének alapnövényzetét és élővilágát. Úgy gondoljuk, hogyha a gyerekek megismerik ezeket az élőlényeket, állatokat, növényeket, megismerik, megszeretik játékosan, sokat játszunk itt kint velük napról napra, akkor mire nagyobbak lesznek, egy védelem is kialakul ezekkel szembe bennük, és ahogy iskolába kerülnek, ez tovább fog folytatódni, és reméljük, hogy olyan felnőttek válnak majd belőlük, akik jobban vigyáznak a környezetükre. Akadt, aki rögtön meg is örökítette a látottakat. Ők már tudják, hogy minden vadvirágnak van neve, a füvek és a virágok nem csak sejmesek, hanem illatosak is. A virághoz hozzádörzsöltük a kezünket, és ilyen finom illata volt. De egy ilyen kirándulás egyéb élményeket is rejt. Olyan sokat sétálunk, meg most megnézzük majd a lepcsiket, és utána meg meccsezünk egy igazi meccset, úgyhogy
Dalus néni van a Dalus néni a lányokkal van, mi velünk meg senki nincs, úgyis le fogom őket győzni. De először jöjjön a repülőgép bemutató, hiszen pilótának lenni sem mindennapi élmény. Angol nyelvű táborba utazott 26 lelkes fiatal a Mátra Lions Klub jóvoltából, erről beszélnek nekünk most a szervezők. Ma délután 26 általános iskolás diák indult el Szilvásváradra a Lions angol nyelvi táborába. Az idén először a tábor antidrogos programmal is kiegészül. Régóta foglalkozik a klub azzal, hogy segíti a középiskolásokat, az általános iskolásokat, hogy hogyan lehet küzdeni ezzel a probléma ellen. Most érett meg, azt hiszem, a mi munkánk arra, hogy ebben a táborban kipróbáljuk, hogy mi az, amit mi jelen helyzetben tudunk tenni. A program különlegessége, hogy a drog veszélyeire szakember segítségével egy másodikos középiskolás hívja fel a diákok figyelmét. Felismertük azt, hogy a kortársak tudnak a legtöbbet segíteni a megelőzésbe, hiszen ők, akik alternatívákat tudnak felmutatni a másiknak, ő, aki jó útra, jó irányba tudja mozdítani, másrészt a szakembereknek jelzést tud adni, hogy valaki már közel került, vagy legalábbis elindult valamilyen irányba. A diákok számára az idei nyár első tábora lesz ez, melyet a szervezők a klub egész éves tevékenységéből befolyt összegből, cégek adományaiból és az antidrog alapítvány támogatásából fedeznek. Legközelebb két hét múlva találkozunk. Viszlát!